A szakember szerint a tavaszi időszakban még elfogadható volt az időjárás, hiszen a vadnak az élete a határ, az erdő a mező. Később a nyári időszakban egy rendkívül aszálynak voltunk kitéve, ezt úgy jelensúlyozott, hogy itatóhelyeket létesítettünk, azon kívül pedig a csatornákat feltöltöttük vízzel, amelyik csatorna nem volt üzembe öntözés szempontjából. Az ősz folyamán kedvező helyzet alakult ki a vad szempontjából, hiszen terített mező lett a számukra, hogy augusztus 20-a után kikeltek a növények, a gyomnövények, kikeltek a lepcék, kikeltek a őszi búza, árpa, titikára, tehát terített asztal lett, és így megfelelő ellátást tudtak biztosítani a vadak számára. Mindig vártuk a hideg időt, hiszen ebbe a térségbe genetikailag azt örökölték a vadak is, a nyúl is, az őz is, pászán is, de főleg a nyúl meg az őz, hogy lesz egy hideg időszak hóval, és ez a ritmikus, biológiai ritmus, ami ilyen szempontból évszázadok óta megvan, nem következett be ebbe az esztendőbe sajnos. Így most a vadállomány fizikailag jól ellátott, tehát jó kondíció vannak az állatok, de a hideg időszak, a hideg hatás nem érvényesült így, az ellenálló képességük nem fejlődött úgy ki, mint ahogy kellene, és az a tapasztalatunk az őznél, például a bakok esetében, hogyha nincs egy szigorú hideg szakasz, akkor a őznek a felrakás, tehát a trófea felrakása az megsínli, tehát nem lesz olyan, mint egyébként. Ez a hatás szükséges ahhoz, hogy egy kiegyensúlyozott fejlődésen menjen keresztül. A suták ugye azok már ilyenkor vemhesek, és a vehemépítésben a takarmányok megvannak. A vehemépítés során különösebb kár nem éri őket. Bízunk abban, hogy megfelelő szaporoság lesz az esztendő végére, illetve az ellés időszakára, ami általában május-június hónapban következik be. Tehát summázva eddigieket, a vadászati szezon felborult időjárási ciklusok miatt kicsit szokatlan, és az alkalmazkodó képessége a vadaknak nem tudja olyan hirtelen követni, mint amely hirtelen bekövetkeztek. A vízi vadak, a vadkacsa, a vadliba, az viszont jelentősen növekedett a létszáma, hiszen átvonuló vadakként, főleg a Dunai lúd, a Vetési lúd, Nagy lilik, ezek a libafélék, ezek nagy mértékben megjelentek itt a Hortobágyon, illetve a környező nagy vizeken, hatalmas csapatokba. Egyben ez azt is jelenti, hogy bizonyos károkat is okoztak a agrárium részére, bízva abba, hogy csak a felső részét legelték le a gabonavetéseknek, így a gyökérből ki tudnak hajtani a szikralati szárból, tehát olyan jelentős gazdasági kár nem keletkezik, ami esetleg gondolnak, esetleg akik nem csinálnak ennyire benne ezekbe a dolgokba. Tehát összességében erről ezt lehetne volna elmondani. A vadásztársak azok nyilvánvalóan követik a éghajlatváltozásból adódó helyzetet, és a vadászati lehetőségeket biztosítottuk számukra, részben a vadfálcánok vadászatát, a mezőnyúl vadászatát, de nevelt fálcán, vadfálcán, illetve vadászfálcánok tenyésztésével, vásárlásával biztosítottuk a számukra. A vaddisznó állomány enyhén gyarapodik, de létszáma elfogadható a térségben, jelentős gazdasági kárt nem okoz. A vaddisznó állomány enyhén gyarapodik, ez azt jelenti magyarul, hogy a ASP betegség, ami egyébként ebben a térségben nem volt, hál' Istennek, ez nem tizedelt meg annyira a vaddisznó állományt, tehát gyakorlatilag a korábbi éveknek megfelelően a 60-70%-ban jelen van a vaddisznó, ami egyébként elfogadható a térségben, tehát jelentős gazdasági kárt nem okoz, de bizonyos életre betölt. A legnagyobb problémánk a vadászat szempontjából a sakállal van, nádi farkas más néven toportján. Ez bizony sajnos az utóbbi időben felszaporodott, és eléggé rejtett életmódot folytat, és nagyon ügyes vadásznak kell lenni, mert ki kell várni azt, hogy ki tudják lőni, tudjuk györíteni az állományát, ezen törekszünk mindenképpen. Tehát gyakorlatilag a vadállományhoz képest túlszaporodott a toportján, és ezt nekünk mindenképpen ritkítani, illetve gyéríteni kell. Ezzel állunk szembe, ezzel a
ezzel a rendszerrel, és úgy gondolom, hogy megfelelő felkészültséggel, elkötelezettséggel meg tudjuk oldani ezt a problémát is. Még februárban a takarmányellátottság tél végéig biztosított. Vadásztársaságunknak a vadállománya megköveteli azt, hogy bizonyos vad takarmányokat készítsünk elő a téli takarmányozásra. Ennek megfelelően szálas takarmányokat biztosítunk, gabonaféléket, ezen belül zabot főleg, kukoricát vásároltunk több alkalommal, azért, hogy a vadállománynak, főleg az őzállománynak biztosítjuk azokat az abrak takarmányokat, amik a zöld etetés mellett, ami a természetben megvan, amellett biztosítjuk a szárazanyag keményítő értékét is. Ennek megfelelően a vásárolt takarmányokból, illetve a vadásztársak által beadott takarmányokból biztosítjuk a számukra a megfelelő kiegyensúlyozott takarmányozást. A takarmány kiutatása rendszeresen történik, minden héten feltöltjük a több mint 40 vadesetünket, így szénából, abrak takarmányokból, valamint a fácánok részére is olyan utyúféléket, pillangós növények, borsó, bükköny, búza takarmányokat biztosítunk a részükre, és ennek megfelelően ugye el tudjuk látni őket. Mivel komolyabb hótakaró nem volt, így a természetben sok mindent meg tudnak találni. Plusz még, mivel enyhe idő volt, így rovarállomány is van a területen, és a rovar is áll rendelkezésükre, és a fácánfélék azok nagyon kedvezően fogadják, illetve keresik ezeket a rovarféléket.